Február 28-án tartotta a munkaterv szerinti ülését a Karszakvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. Az országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává. A több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre emlékezve egy perces néma felállással tisztelegtek a jelenlévők az áldozatok emléke előtt. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Fűtőné Csányi Csillát, a Karcegi Kátai Gábor Kórház CTMR szakasszisztensét, aki a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Karcegi Kátai Gábor Kórházban rendezett ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetőségének elismerő díszoklevelét vehette át, valamint Fazekasné Luca Erikát, a Karcegi Kátai Gábor Kórház krónikus belgyógyászati osztályának vezető ápolóját, aki a Magyar Ápolók Napja alkalmából szervezett vármegyei ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület elismerését vehette át. A Karszakvárosi Önkormányzat képviselőtestülete 2023. október 24-én döntött arról, hogy a Millió Lépés az Iskoládért őszi kihívást sikeresen teljesítő iskolák részére intézményenként 300 000 forintos sportszer támogatást nyújt. A Karszaki Kovács Mihály Általános Iskola, a Karszaki Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolája, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Oboda, a Karszaki Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Oboda, a Szent Pál Marista Általános Iskola, valamint a Karszaki Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium sikeresen teljesítette az előírt feltételek szerinti országos kékkör távját. A sportszer támogatást az intézmények vezetői Szepesi Tibor polgármestertől kapták meg. A képviselőtestület egyhangulag jóváhagyta a 2023 évi költségvetési rendelet utolsó módosítását. Elfogadásra került a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár, valamint a Györfi István Nagykun Múzeum 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolója, illetve a 2024 évi munkaterve. Mindkét intézmény sok színvonalas rendezvényt bonyolított le a tavaly évben, és az idei év tervezete is hasonlóan tartalmas. Jóvá hagyta a testület a Csokonai Könyvtár 2024 évi könyvtári állományának időszaki lehatározási ütemtervét. A képviselőtestület 2019. február 28-án fogadta el a jelenleg is határos 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot. Az újonnan elkészült széleskörű és mindenre kiterjedő program egyhangulag megszavazásra került. Szükségessé vált Karszakváros víziközművének 2024-2038-ig vonatkozó gördülőfejlesztési tervének módosítása. A Karszaki Tankerületi Központ pályázatot kíván benyújtani a Karszaki Kovács Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolájának infrastruktúrális fejlesztésére, melyhez a Karszakvárosi Önkormányzat részéről a tulajdonosi hozzájárulást együttetőleg megkapta. Szükségessé vált a 2023. novemberében benyújtott futópálya kialakítása Karszakon című pályázat kiegészítése. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint március 27-én szerdán 15 órai kezdettel tart ülést.